érzés újra itt ülni Siófokon, a főutcán. Nagyon jó, nagyon hiányzott. Nagyon sokat voltunk bezárva, ez az online tanítás is nagyon rossz volt, és végre kiszabadultunk, medencézünk, napozunk, nagyon jó. És nem túl hideg a Balaton? Kipróbáltátok már? Még nem, de nem ismerjük, mert elvileg 20 fok alatt van, és azért mi nem vagyunk ilyen bevállalósak, hogy így bemegyünk, de itt a medencébe fülöttünk már. És mi hiányzott legjobban az elmúlt hetekben? Karantén időszak alatt. Hát, ez, hogy ide ki tudjatok ülni, lazulni? Igen, beszélgessünk, emberek között legyünk, meg a finom ételek, meg italok. Hát pihenünk igazából, mert szeretnék kipihenni ezt a fáradalmat, ezt a sok stressz, ami így felgyűlöm ez a karantén alatt. Nem féltek bízom. Még egyébként a vírustól? Én eddig sem nagyon féltem, egy kicsit, amikor az iskolákat bezárták, de most már értem. Hát hála Isten, most, hogy szabadulni sokkal jó. Jó érzés, én nagyon szeretem. Volt már egyébként valamerre, mióta feloldották ugye a korlátozásokat? Hát gyárt? Igazából nem, most jöttem le a Balatonra, Kalocsai vagyok, és akkor körülnézünk a Balatonra. Strandolást esetleg tervezek? Majd később, igen. Meddig lesznek, hogy azt szabadulni? Hát most ma jöttünk, egy hetet leszünk. Ja, a vírustól tartanak? Én egyáltalán nem. Előtte se tartottam meg azóta sem. És mi volt, ami a legjobban hiányzott? Hát ez a szabadság. A kirándulás meg az, hogy be tudja fülni valahova. Ez a sörös hordók voltak tényleg? És mit cseréltétek le? Ja, ezek kisebb tárgyak, kicsit nehezebbek is eltalálni őket, mivel kisebbek a tárgyak. Aha. Viszont a sörös hordóknál meg ugye ott nagyobb a felület, de ott meg a súly nagyobb. Aha. Meg ott máshogy volt, ott raklapokon volt háromfajta, ugyanígy dobogó színbe állítva, és akkor azok voltak, amiket le kellett rúgni. És akkor még jött hozzá a kosárgyűrű, ami nehezítésnek, hogy lefele van lefordítva, és abban is ugyanígy bele lehet rúgni. Persze volt eddig is mindig turista, de nagy a részét itt a Siófok, én úgy gondolom, hogy a háromnegyed részét magyar tette ki. A fennmaradó 20-30% amit külföldi. Úgy gondolom, hogy inkább a fesztiválok, amikre a külföldiekre lehetett számítani, és azt mondja, de egyébként el is marad ugye sok rendezvény. Mióta foglalkozol ezzel a hajfonással, azt megkérdezhetem? Hát hogy volt haja, tavaly augusztus óta fonok, de nem folyamatosan. Hajat fonni meg igazából nem tudom, mikor tanultam meg saját magamon. És mennyien szokták kérni egyébként jellemzően itt a Balcsin? Hát tavaly nagyon-nagyon sokan voltak, idén igazából ugye lefújtak egy csomó fesztivált, meg ilyenek, úgyhogy nem tudom. Ja, mert főleg ez ilyen fesztiváli frizurának hát, ment. Igen, meg ugye a kislányok, akik nagyon szokták szeretni. Tényleg? Jó, de hajtál neki! Végére így leugrottunk egy kicsit, és kikapcsolódjuk, és nézzük a munkát. Tehát most már érezhetőek ezek a lazítások a korlátozásokban, és érzik ezt is. De mi most sem az igazi, tehát nagyon szeretnénk, hogy te visszatérni minden a kerékpárgásba, mert mi hiányzik még? Mi az, amin érzi ezt? Igazából most itt meg hiányzik, ez a kérdésünkben. Még úgy érzi, hogy ez még nem az a mennyiség, még nem az igazi. Ugye azért hiányzott, hogy el tudjunk menni egy hétvégén egy étterembe, valahol be tudjunk ülni, szórakozni, kikapcsolódni egy kicsit. Ezek hiányoztak. Meg ugye a társaság, a barátok, a család. És önök tartanak egyébként még a vírustól? Nem. Abszolút nem is tartott. Ugye nagyon sokáig nem lehetett most pancsolni a Balatonban. Milyen érzés újra csobbanni? Nagyon jó. Hiányzott a Balcsi? Nagyon. Honnan érkeztetek? Érdről. Érdről jöttetek idáig. És egyébként sűrűn jártatok korábban a Balatonra? Igen. Hello! Szia! Én tudok úszni. Te is pancsoltál a Balcsiba? De én tudok úszni. Te már úszol? Tényleg? Hát nagyon ügyes vagy. És hiányzott a suli, vagy hiányzik a suli?
Nagyon. Tényleg. És az osztálytársak? Nagyon.